Dombóváron tartotta soron következő ülését a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. Az első napi rendi pontban egy felnőtt képzéssel kapcsolatos témában hoztak döntést. A befejeződő pénztárosi tanfolyam után most egy targoncakezelő tanfolyam indult a térségben. Nagyon fontos, hogy a társulásában aktív résztvevő, hiszen az emberek a munkaerőpiacon így juthatnak lehetőséghez, hiszen a pénztárosi, illetve üzletvezetői, kereskedői tanfolyamokat követően ez a targoncavezetői is tanfolyam is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy potenciális szereplői lesznek a munkaerőpiacnak, amivel sikeresen befejezik ezt a tanfolyamot. Emellett a társulásnak a délutáni ülés alkalmával sikerült elfogadnia a 2021-es évi belső ellenőrzési anyagot, amely kimutatta, hogy nem volt működési hiba a tavalyi évben. Ez egy nagyon átfogó anyag volt, egy korrekt képet alkotott a társulásnál zajló munkáról. Hála Isten hibát nem tárt fel, ezért a pénzügyi szakbizottság jó szívvel ajánlotta elfogadásra. A Kaposmenti térség polgármestereinek tanácsa folytatja azt, ami 2014. decemberében megkezdett munkát, amellyel területük fejlődését szolgálják.